amely szentek az esztendő körén belül azon a napon vannak, amely állatővi jegy mögötti csillagkép, vagy maga az állatővi jegy a csillagkép révén a tejúttal találkozik. Most azért látok arcokat, hogy te oda jutsz, ki jut oda, egyáltalán mi ez a tejút. Ezen nem kellene ennyit elmélkednünk, ha most nem lenne beborulva az ég. És nem kellene ennyit elmélkednünk, hogyha nem derült volna ki megint egy statisztikai felmérésből, hogy a világon van egy 93.000 négyzetkilométernyi terület a Kárpát-medencén belül, és az emberek itt nézik leggyakrabban a televíziót, az egész földkerekségen. Most ezt újra hangsúlyozni kell, mert mi nem fogjuk föl, hogy ennek milyen háttértünetei lehetnek. Egy biztos, elég a mindennapnak a mindennapi gondja, mert hát mindenki el van foglalva. De utána, amikor naponként azért át lehetne az életet gondolni, most ilyenkor a fáradtságot hogy szokták az emberek kipihenni? Leülnek, és ezt nevezik tökéletes agymosásnak. Gyakorlatilag nincs lehetőség és idő arra, hogy valaki átgondolja mondjuk saját életének időszakait, akár nemzeti élet nagyságrendjén belül, és egyáltalán összefüggéseket átlásson. Ez egy olyan fajta kiszolgáltatottság, amit újrajelzem, aki kiszolgáltatja naponta magát, valami miatt egyszerűen nem fogja föl. És az idősek élen járnak. Én nem akarom ostorozni őket, de hát ne a fiatalokat ostorozzák, mutassanak végre jó példát. Annyi jó példát lehet mutatni. Időskorra akkora élettapasztalat halmozódik fel, hogy az ifjúság tapasztalatokat vár, nem tévésorozatokat, nem téviadásokat. És nyilván nem arról van szó, hogy nem kell, hát ilyen világban élünk, tájékozódni szükséges, de ez nagyon sok. Napi 4-5 óra átlagban, gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. És általában a többség napi 7-8 óra, aki otthon. Ez a félelmetes, egyszerűen döbbenetes. És emlékezzünk vissza az elmúlt alkalommal, azért sikerült egy-két olyan idézetet összegerebjézni, ahol a csillagos égbolttal való kapcsolat hát napi élményként jelent meg. Az a nagyon híres buzsáki hímzésről híres terület, amit említettem, egy néprajztudós, aki jó írói, újságírói vénával rendelkezett, az ő könyvében látott napvilágot, de még a 20-as, 30-as években, amikor ő találkozott egy kisgyerekkel. És hát megkérdezte, hogy most merre vezet itt az út, merre a meddig, hova meddig, és ilyenkor egy párbeszéd alakul ki. Ezt ő maga leírta egyébként ezt a történetet, én is onnan ismerem, és leírja, hogy megkérdezte ettől a kisfiútól, hogy tud-e már olvasni. Mert ugye jár már esetleg iskolába. Hát ez egy jellegzetes felnőtt kérdezés, hogy jársz iskolába, tudsz-e olvasni. Emlékezzünk vissza, amikor mi voltunk mondjuk gyermekkorban, és a felnőttek így nyilatkoztak, akkor megfogadtuk, hogy ha felnőnk, soha ilyen kérdéseket nem fogunk feltenni, mert átéltük. Felnőttünk, és ugyanúgy kérdezzük. Na ezt nevezik beindexződésnek. Tehát, hogy érthető legyen, nagyon fontosak azok a benyomások. Tehát ezért nem mindegy, hogy tanulságos, jó benyomások, vagy tulajdonképpen ilyen fölösleges kacatok, amik végig kísérnek nemzetünkek életét, miért? Mert úgy vettük magunkra, hogy nem kellett volna. És azt mondja a gyerek, hogy könyvből nem. Na erre hirtelen jön a visszakérdezés, mert a felnőtt ember odafigyel, akkor miből lehet olvasni, és felmutat. A csillagos ég volt. Ki tanított meg erre? Az édesapám. És még azt is elmondta, hogy a Jóisten ezt a könyvet minden este fellapozza a fejünk fölött. Most a Jóisten ezt a könyvet lapozza fel, nem pedig a tévéképernyőt nyitja meg, bár minden hatóság révén, tehát nem lehet semmit kizárni. A teremtett világgal, ha egy élő minőség nem tart kapcsolatot, akkor előbb-utóbb a teremtett világon belül az élet nem fog számára mindennapi élményként megjelenni. Alkat részé válik egy hatalmas mechanizmusban, gépezetben, hát amit már 19. században az előrelátó módon gondolok, egy madárcsinő ember tragédiájára, a falanszter, aztán az eszkimójára, annyi minden
megjelent már a 19. században figyelmeztetésként, hogy ha nem figyelünk oda, akkor nem emberszerű lesz a létünk. Most az ember azért mindenséggel méri magát. Nem véletlenül hangsúlyozza ezt József Attila. És a magyar csillagos égbolt annyira gazdag, hogy gyakorlatilag, ha valaki Janus Pannonius verseit megpróbálja elolvasni, vagy a fordítások szerintem nem rosszak, valószínűleg jók, műfai sajátosságon belül. Ezt kevesen tudják, mert úgy gondolják, hogy ezek az elemek, vagy ilyen költői képek, vagy motívumok, ezek ilyen zsánerszerűen, hasonlatként kerülnek bele. Egyáltalán nem erről van szó. Janus Pannonius, a csillagos égbolt ismerete nélkül nem is lehet ismerni. És nagyon komoly tudományos munkák jelentek meg Janus Pannoniusnak asztronómiai, asztrológiai felkészültségéről, mert abban a korban ez a kettő még messze nem vált a egymástól. Miért? Mert asztrológus csak az lehetett, aki asztronómus volt. Miért? Mert nincs televízió, nincsenek elkészített, jól terjesztett csillagászati táblázatok, bolygótáblázatok, tehát ez mit jelent? Matematikusnak hívták ezt a hivatást. Tehát nagyon oda kell figyelni. És ezt múltkor is már tárgyalt, hogy képzeljük egy bolygó pályát úgy kiszámítani, hogy közben csillagos égbolton, mert olyan állásban van és takarásban, hogy én nem is látom. Hát gondoljuk végig a Mars bolygó, vagy a Jupiter, vagy a Saturnus a külső bolygó, hát valamikor hosszú hónapokon vagy éven keresztül egyszer nem lehet látni, akkor hol van? Hogy számolja ki a pályaadatokat? Csak azért jelzem, hogy mi nagyon okosnak képzeljük magunkat, de valószínűleg, hát elnézést, nagyon bajba kerülnénk, hogyha tényleg nagy baj lenne. Tájékozódás alapja, ahogy az imádság is mondja, mint a mennyben, úgy a földön. Nem fordította a helyzet. A tájékozódásnak ez az alapja, és hogyha ezt nem tudjuk viszonyítani, nem tudjuk betartani, akkor semmi probléma, el lehet élni. Hát semmi gond nincs azzal. Nagyon sokféle életmódon lehet elérni, de az a csoda, amit a teremtett világ jelent, azért mégiscsak egy világban él, és valakit nem érdekel, hogy milyen ez a világ. Azért ez egy elég érdekes dolog emberként. Az ember azért ott kezdődik, hogy van egy érdeklődése. Sok minden tartozik az emberi minőséghez, na de jól értelmezett érdeklődés, lelkesedés, ez nem kíváncsiság, hanem hogy a népmesét mondják, utána járni dolgoknak. És minden napi csodákkal tele van gyakorlatilag az egész világmindenség. Na most az, hogy népmesék világa, népballadák világa, népdalok világa, egyáltalán népköltészet. Nagyon kevesen gondolnak bele, megint csak egy jelzés, csillagos égbolt ismerete nélkül egy népdal, ha éppen az a témakör. Egyszerűen nem tudja, hogy miről van szó. Hát hét csillag van a göncölszekeren, magyar népdal. Mi hány csillag van? Szabad szemmel tulajdonképpen maga a szekérképre hét csillagból fog összeállni. Négy az úgynevezett kerék, öt csillag ilyen téglány alakba lehetne összekötni, ez maga a szekér és a rúg. És a középső csillagnál, a rúg csillagánál van az a híres nagy törny is. Ez azért nagyon érdekes, talán múltkor már elhangzott, mert a magyar mondai, csillagmondai hagyományban, idegen szakkifejezése, asztrálmitoszi hagyománykörben, van egy nagyon érdekes tétel, és ez más népek hagyományánál is megvan, de a magyar hagyományban nagyon határozottan jelenik. Hát nem magától ferdült el a göncöl szekér csillag képen belül az úgynevezett rudat alkotó csillaghármasság, tehát a rúd. Az a törés nem véletlenül van. Eredetileg egyenes volt. Igen, ám csak mi az izgalmas a dologban. Földről nézve az a csillagkép, mert ezt megint úgy gondoljuk, hogy az álló csillag képek köre, az látványszerűen rendíthetetlenül évszázezredeken keresztül ugyanúgy néz ki. Hát nem ugyanúgy néz ki. És miért nem? Mert lassú elmozdulások vannak. Tehát nyilván egy ember öltő alatt nem érzékeljük, egy élet alatt nem érzékeljük, 3-4 nemzedék még nem érzékeljük, de pár száz év alatt már lehet elmozdulásokat érzékelni.
talán már múltkor elhangzott, hogy az olyan templomok, ilyenek vannak például Mexikóban, ilyenek vannak Egyiptomban, amelyek csillagképeket is bevontak a tájékozódásba, azokat a templomokat, ezt minden egyiptológus tudja, mit kellett csinálni az ókorban, akár óbirodalom idején, akár középbirodalom idején, akár újbirodalom idején, mindig ki kellett igazítani. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a napfelkelte hely, a napnak az útja, az viszonylag, amit az ember inkább relatívnak gondolna, de ha az megváltoztatja a pályáját, akkor itt a Földön katasztrófa van. A katasztrófa meg ilyen kozmikus szinten azért mégsem minden nap van. Tehát, hogy érthető legyen, sokkal állandóbb tájékozódási pontnak számít minden kultúra színrelépésének vagy természetének esetében az, hogy az égi testek ezen belül a napnak, a holdnak a pályát egy adott pályáján megfigyeli, nyomon követi, és ez évtizedek alatt sem változik lényegesen. A csillagos égbolt évtizedek alatt viszont megváltozik. És 80 vagy 100 ezer évvel ezelőtt, most itt többen meg az ember, mikor? 80 vagy 100 ezer évvel ezelőtt, de utána lehet nézni, hogy hány 10 ezer évvel, de gyakorlatilag döngeti a 100 ezer évnek a kapuját. Földről nézve a göncöl szekér útja egyenes volt. És a magyar mondai hagyomány elmondja, egy Tolockai Vigan dede is idézi az Öreg csillagok című műkébe, ami néprajzi szakmunkaként jelent meg a század elején. Ezt csak azért jelzem, a század elején nem mostani, hanem a 20. századnak a legelején. Idézi azt a mondát, hogy Szkítiából, amikor Zolta fejedelem idején, Szkítiából göncöl tártos kijött szekérre, na akkor feltűnt el. És az ember nézi, hát Zolta fejedelem ideje, Árpád fia Zolta. Igen, nem csak, hogy a krónikákban is a családfák, gondolom tudjuk, nem Árpáddal indulnak, hanem Nimroddal kezdődnek. Hunorral, magyarral folytatnak, tudnak, és ott már gyakorlatilag az úgynevezett nagy kozmikus nemzetségek, ahogy nevesülnek, bizony Attila előtt és Noé között, tehát Nimroddal indultam, bizony ott van egy Zolta nevezetű fejedelem. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nem az, arról van szó, hogy mondjuk egy családfa az azt fogja jelenteni egy krónikával, hogy az tényleges, sem egy ember életre vonatkozik, hanem minden jel szerint, minden nép hagyományával, ez ilyen távoli múltba menő családfák, hát lehet, hogy hatalmas időszakokat fognak, korszakokat fognak felvenni. Na most ezt csak bemelegítésként említettem, hogy ettől függetlenül a csillagos ég volt, hát azért alig van ember, és talán Nagy Endrét is említettem, hogy ott sok minden nem káprásztott el, legalábbis a kortársak szerint, saját maga szerint sem, az életben, de a népmesék világa és a csillagos ég volt. Gyakorlatilag ez a kettő élete végéig megmaradt. És megint egy apróság, de ezek tényleg ilyen rutinszerű ismétlések. Amikor egy költészetben mondjuk egy József Attila, elolvassuk az első versétől, mondjuk József Attila összes az utolsó, hogy minden második versben ott van a nap. Ott van a nap. Észre se vesszük. Most a magyar költők versében a nap, a hold és a csillagok nem azért vannak ott, mert jó költői képe, hanem, hát könyörgöm, milyen a nap lelkű ember. Ahogy megfogalmazta Csontvári Koszkati vadara, hogy vallott a latinovis Zoltán, azért valaminek lenni kell. Tehát abban a pillanatban, ha nincs meg egy kapcsolat, valószínűleg az a típusú műveltség sem tud előjönni. És nézzük meg az utóbbi nemzedékek, generációk idejében, hirtelen olyan pangás állt be látványosan a szellemi életbe, ami megmerem kockáztatni, hogy azért nem mindig volt így. Hát amit Csontvári elmond, hogy be kell vezetni a magyar népet a következő évszázadban, a világtörténelemben, mert nincs bevezetve. Ezt is már végigvettük nem egy alkalommal. Mohács óta minden nemzedék gyakorlatilag érzékelhető módon jelen van minden századforduló tájéken.
Mondok egy egyszerű példát, Rákóczi szabadságharca. Olyan erkölcsi példát ad a nemzetnek, hogy azóta is tart. Aztán utána a reformkor. Ta se tegnap kezdődött. És nézzük meg, hogy a 20. század, 19. 20. század fordulóján kik alkotnak, kik tevékenykednek, milyen óriási szellemi eredmények látnak napvilágot. És valószínűleg ennek köszönhetjük, hogy ezt a világtörténelmi megpróbáltatást, ami Trianonhoz, a háborúkhoz kötődik majd 1945 utáni évtizedeket, mert elképesztő lelki töbletek, hogy úgy mondjam, születtek meg. És megkérdezem, ezredforduló, 21. század, nézzünk körül. Hát a közéletből lehet érzni, nem is lenne kultúra és műveltség. Csak úgy beszélnek róla. Igazi tartalmat pedig nem nagyon mutatkoznak. Pedig éppen elég sok szellemi teljesítmény van alkotáson, de valahogy a köztudatban megkerül át. Most a magyar csillagos égbolt, ahogy jeleztem, és hát visszatérek mondjuk egy alapvető műveltségi sajátossághoz, tehát végeredményben úgy tűnik, hogy se szertartásokat, ez mit jelent? Például egy betlehemezés, egy regölési szertartás, egy pünkösdi szertartáskör, vagy a nyári napfordulós Szent Iváni hosszú énekek, virágos Szent János. Tehát a hétköznapi életben azok a fajta, amit még úgy érzékelünk, hogy szertartások vannak vallási keretek. Állandóan utalnak vissza a fényes égitestekre, a csillagos égboltra, a napnak, a holdnak, az estajnak csillagra, és a többi bolygónak a pályájára. Miért? Mert egy ilyen világban élünk. Hát könyörgöm, ha egy vallás nem tud a teremtett világról úgy vallani, hogy betölti, akkor az nem vallás, az elmélkedés. És azért nagyon sok vallásos ember van, véletlenül nem kellemetlen, hogy nem tetszik foglalkozni azzal a világgal, amit vallása szerint a teremtő teremtett. Hát ez körülbelül olyan, mint valaki a saját gyerekével nem foglalkozni, és más kezdi el nevelgetni. Tehát ez a nem töröltönség, ez a tunyaság, ez a levertség. Miért? Mert közben olyan mesterséges világ szerveződött körülöttünk, ami egészen egyszerűen, tehát nem magunktól vagyunk ilyenek, egészen egyszer elvonja a figyelmet. És nem is vagyunk rászorulva már sajnos, de ha valami baj történne. És azért a bajnak van egy óriási nagy titka. Jönni szokott. Valamikor lassan, valamikor gyorsan, valamikor váratlanul, valamikor előrejelzésekkel, de nehogy azt higgyük, hogy egy életet meg lehet sajnos úgy úszni az utóbbi évtizedekbe, évszázadokba, hogy azért valahogy majd lesz. Na de megint csak visszakanyarodva az ősvallás, és ezt leírja a Toroczkai Vigan Dede is, most nem tudom, hogy mennyire lehet ezt így elfogadni, mert én is feltennék neki kérdéseket, hogy hogy gondolja, de nagyon érdekesen fogalmaz. Azt mondja, hogy érdekes módon az ősvallás, a régi hitvilág világát, a csillagos égbolt csillag nevei sokkal jobban tükrözik, ehhez képest tulajdonképpen a kereszténységből fölkerült csillag megnevezések és nevek, hát elenyészően jelennek meg. Na most ezért nem egészen így van, hanem azon csodálkozzunk el, hogy hogy lehetséges az, hogy a csillagos égbolton egy ősvallási hagyománykör és egy keresztény hagyománykör csodálatos édestestvéri kapcsolatban köszöni szépen, jól érzi magát. És semmi ellentmondás nincs. Mondok egy egyszerű példát, tehát ha tényleg mint amennyiben úgy a Földön, akkor miért csinálunk itt úgy, minthogyha nem úgy lenne, ahogy ott van? Legismertebb példa Göncölszekély. Nevezik magyarországi Göncölnek is. Tehát a nagy Göncöl. Már itt figyel, magyarországi. Tehát ez azt jelenti, hogy a Göncöl szekér a magyarság szempontjából, nyilván minden nép szempontjából, de nyilván számunkra is rendkívül fontos. Majd lesz egy olyan alkalom, ez talán a következő. Alkalommal a Göncöl szekér hagyománykörét járunk körbe egy kis világvége előrejelzéssel. A nagyon magas a magyar hagyomány, hogy tulajdonképpen a világ végéről azért lehet tudni, hogy mikor van vége. Figyelni kell a csillagos égboltot, a Göncöl szekeret, és ott, ahol a múltba törés van, ott tulajdonképpen, hát ezt mi nem szoktuk észrevenni, de még szemüveggel is lehet látni. Jó szemű ember pedig kifejezetten látja.
Tehát itt a középső csillagnál, ott a rúd középső csillagánál, ott még van egy nagyon pici kis csillag. Na, ezt nevezi a hagyomány, vagy kis magyarnak, vagy kis véresnek, vagy hüvelypicinek, sokféle megnevezése van. És mivel ez egy optikai kettős, tehát tudományosan is meg lehet magyarázni, és ráadásul még az is megkettőződik a kicsi, tehát földről nézve van egy állandó rezgés a láttatásnak a világán belül. És olyan, hát nem véletlen ő a lovas, tehát ő ennek a középső csillagnak, és az egész szekeret tulajdonképpen ő hajtja a magyar hagyomány szerint, és más népek hagyománya szerint, és akik így közelítették meg. Tehát ha oda ökrök vannak befogva, vagy lovak vannak befogva, akkor mindig a középső csillagnál jelenik meg a lovasa, vagy a hajtója. És azt mondja a hagyomány, hogy amikor úgy ugrik rá, hogy majd nem ugrik vissza, egyet ugrott, kettőt szökött, akkor jön el a világ vége. Na most ez egy olyan jó kis pontos előrejelzés, de hát végeredményben mit igényelne? Persze lehet azt is mondani, hogy hiába figyelem meg, hogyha megfigyelem, akkor már régen rossz, hogyha látom, hogy úgy alakul, de azért mégiscsak lehet érzékelni, miért, mert föl lehet készülni. És ez nem akármilyen szekértípus, mert nevezik göncöltáltos szekerének, és a jelzés Jézus Krisztus szekere. Most göncöltáltos, emlékezzünk vissza, Zolt a fejedelem idején, amikor még egyenes voltak. Tehát beláthatatlan ősi mélységekből táplálkozik. Aztán nevezik Szent László szekerének is, nevezik Szent Mihály szekerének is, de mi a legáltalánosabb? És amit mindenki használ, mindenki tud, mindenki van, göncölszekér. És észre se veszünk, hát az ősvallási megnevezést használja. És ugyanakkor nincs kizárva a többi, még csak véletlenül se. Akkor kitiltotta ki, kiszüntette meg. Nem veszük észre, hogy ott fent semmilyen probléma kör nincs. És nem azért, mert a mennyek magasságában minden szer, hanem azért, mert a nép lélek így tükrözte vissza. Tehát mi magunk találunk ki probléma pontokat, és nyilván mindig van probléma, de egy kicsit túlfeszítjük, túl dramatizáljuk. Tehát valószínűleg azért nem volt olyan véres és megtöréssel járó az egyik alakulatból, a másik vallási alakulatból való átállás. És hát a csillagos égbolton a leglátványosabb már nem amikor csillagképeket látunk, hanem egy jelenség. Na de sok-sok csillagból áll össze, ez maga a tejút. Tehát a tejút látható útja földről nézve, ez úgy évszakról évszakra váltakozik. Tehát attól függ, hogy milyen évszakban vagyunk, hát földről nézve olyan helyzetben fogjuk a tejútat látni. Télen, tehát most jelen időben, hogyha kimegyünk a szabad égbe, akkor egy ilyen kis keskeny sávban látjuk a tejutat fölemelkedni az égbolton, a bika és az ikrek csillagképek között. Most a bika és ikrek csillagképek alatt viszont van egy nagyon látványos csillagkép, csak azért, hogy most el tudjuk helyezni, és megbeszéltük Dorival, hogy a következő alkalommal azért megpróbálunk majd a csillagászati ábrákat, csillagászati atlaszokról, hogy egyáltalán hogy néznek ki ezek a csillagképek. Van egy nagyon látványos csillagkép. Abban a pillanatban, ha megtalálunk egy látványos csillagképet, vagy csillagképen belül egy nagyon látványos, fényes csillagot, abból kiindulva, szépen lassan araszolgatva, hát minden évszakban gyakorlatilag egy hét alatt meg lehet tájékozódni az évszaknak megfelelő csillagos égbolton. Tehát nem olyan nehéz. Nem olyan nehéz. Minden esetre a bika és ikrek alatt az Orion csillag. Három csillag van az égen, egy sorban három szeretőm van nékem, egyforma, mondja a magyar népdal, most erről van szó. És ez nem halmozza a szeretőket, a szerető nem azt jelenti, amit ma jelent. Olyan érdekesen szoktunk mosolyogni. Nem tudom, hogy vesszük-e észre, hogy szavainkat mire használjuk. Tudjuk, hogy mi a szerető? Hát akit szeretek, világos. És bizonyos helyeken, Erdély bizonyos pontjain ma is használjuk. Tehát a szerető arra a szóra megmondja, hogy mi van. Ágyas, világos, ágyas.
A szerető az lehet a feleség, az lehet a kedves, az a szereteten alakul. Most hogy lett a szeretőből nyelvi utolás? Azért nagyon sok minden így változott meg. Hát nem értjük a magyar néptalokat. Ez egy szeretet valláson belül kapok egy hármasságot. És hogyha tudjuk, hogy ennek a három csillagnak, az Orion csillagkép övcsillagának, a következő pillanatban, hát majd oda is el fogunk zarándokolni egyébként, arra az égbolt tartományra, hát olyan megnevezései vannak, amik megint vallással fognak terítődni. Például három királyok csillaga. Na most mit csinál ez a három király? Ha ez a úgynevezett betlehemi csillagcsodát fogja követni. Most ez a három király, három nap keleti mágus Jézus születésénél azt a hármasságot képviseli, magyar hagyományban meg a három szent király. Íródnak egybe tulajdonságkörök. És van olyan feltételezés, hogy például ilyen csillagkép nevek, hogy mennyország ablaka. Mennyország ablaka, mert vannak ma már, hát Torockai Viga dede is, hát legalább százas nagyságrendben felsorol olyan csillagkép, vagy csillag, vagy bolygó megnevezéseket, hogy nem tudjuk már azonosítani. Vagy ő akkor 100 évvel ezelőtt nem tudta már azonosítani. És akkor így feltételezésekre hagyatkozik, hogy talán ez a három csillag lehet, az Orion övcsillagai, hogy a mennyország ablaka megnevezés. Lehet, hogy éppen erre vonatkozik. Miért? Mert a csillagos égbolton a csillagok tulajdonképpen, hát elnézést, de ablakok is. Tehát ez mit jelent? Átlátunk általuk egy másik világra, belátunk egy másik világossági formába. Tehát rendkívül szerteágazó jelenségek mutatkoznak meg, és csak érdekességként mondom, hogy nem is olyan régi csillagászati atlaszok még feltüntettek olyan nem csillagképek, nem derengő csillagcsoportokból álló alakzatok, hanem egyszerűen energiafolyamatok, csillagos égbolton. Ilyen például az Eufrátesz, ilyen például a Tigris. Tehát ismerősek ezek a folyónevek, tehát bejelölik a csillagos égbolton, nincs ott csillag, hanem mintha egy energia vagy erőfolyam áramolna ott az égbolton. És csak azért jelzem, hogy gyakorlatilag nem csak a csillagos égboltnak a fényes tüneményeit érzékelik és tartják számon, hanem úgy, mint a mikrokozmikus nagyságrenden belül, hát tele vagyunk energiapályákkal. És ahogy jövünk mondjuk a 16. századból a 17. századba, majd a 18. 19. ezek az energiafolyamok úgy tűnnek el a csillagászati atlaszokból. Nem érzékeli már. Tehát nem tudja, hogy mi van. Pedig ezek nagyon látványos, hogy úgy mondjam, áramlásokként mutatkoznak meg. És hát visszatérve, maga a tejút, hát az tulajdonképpen minden nép hagyományában megjelenik, és most jön a Szent Lecke, amit már nagyon sokan sokféleképpen hallottak, ezt leginkább Pap Gábor szokta hangoztatni és hangsúlyozni, de megnevezi az előzményeket, például a Baktai Ervin is leírja. Nem is a csillagfejtés könyvében, az India művészetében. Tehát ez miért hangsúlyos? Ez azért lényeges tétel, mert vannak nagyon makacs visszatérő ábrázolások, az egész földkerekségen megjelennek, és nem oldalirányból való motívum kölcsönzésként jelennek meg, mert mindenhol használ. Érdekes módon mindenhol ugyanazt fogja jelenteni. Tehát a tejútnak a nevében emlékezzünk vissza, benne van az, hogy út. Na most a képjelei között pedig egy hármasságot fogunk találni. Tehát mivel szokták jelölni, kifejezni, felmutatni, ábrázolni. Tehát mik a képjelei. És ezek rokonságban vannak egymással. Tehát az út az adott. Ha én azt mondom, hogy vénebb az ország útjánál, vagy az őr országoknál, akkor nem itt lévő országútról van szó, hanem hát Arany János a Toldiba fölnézett az égre az ország útjára, és keservesen mondott bújdosó voltára. És sikerült már elmondani, Arany János
élve az utókor gyarlóságával, lábjegyzetbe odaírja, nem tudnád, hogy nyáron mire mész fel, Toldi Miklós, milyen országútra, te útra néztél. Tehát a lelkek útjára, mennyék útjára néz föl. Tehát lehet útként megörökíteni. Ez érdekes módon leginkább Egyiptomban jelenik meg, de nem, hogy mondjam, földi útként, hanem vízi útként. Tehát állandóan megjelennek az ábrázolásokon a folyamok. Miért? Hát mert a Níluson kötődik az egyiptomi műveltség. Nem azért, mert más nincs a világon, de ha Nílus nem lenne, ott nem lehetne lakni. Tehát nem lehetne miből. Most az égi Nílus viszont, az maga a tejút. Tehát mi a következő képje? Folyó. Megint minden nép hagyományában. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyobb folyókat, folyamokat gyakorlatilag tejút szerep körben, és az egyiptomi hagyomány ebből a szempontból azért jó és hálás, mert könyörgöm, nincs visszabeszéd. Tehát mint, hogy ismerjük azt, mi az, hogy nincs visszabeszéd. Hát egy egyiptomi hieroglifával, amikor a Nílus feltüntetik, ugyanakkor viszont csillagászati környezetben, akkor nem erről a folyóról van szó, hanem arról a folyóról. És a Nílus itt mi az, amit adni fog? Az életed biztosítja. Akkor a tejút mit fog biztosítani? A tejút rendszeren belül. Magát az életet. Tehát folyamként jelenik meg. És végül a legismertebb, ezt egyébként mindenki tudja, csak nem alkalmazzák, hát ez a fa. Tehát a fa úgy, ahogy mondom. Hát mondok egy-két megnevezést, népmesékből. Nem is népmesékből, csak úgy a használat. Mert szeretünk világfáról beszélni, életfáról beszélni. És Huszka Józsefnek van egy olyan munkája, hogy Istenfa. Most gondoljuk végig, Smolnár József is szokta hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen itt van egy olyan megnevezés, hogy Istenfa. Istenfáját neki, ahogy mondanák. Na most világfa, életfa, Istenfa. Magyar nyelvterület. Hát ha világfa, akkor az egész látható világot meg fogja idézni. Ha életfa, akkor a világban való életet fogja megidézni. És ha Istenfa, hát akkor a legmagasabb szinten próbálja kifejteni. Népmeséinkben megjelenik minden magtermő faként, minden magtermő, tehát minden ide tartozik. Akkor égigérő fa, akkor mit le, világjóskája, annyi féle megnevezése van. És mi a lényege? Az, hogy senki nem tud rá felmászni. Nem tűnt fel népmesében. Nem olyan, hogy én felszaladok. És potyognak vissza a próbálkozók, kinek keze törik ki, kinek lába, kinek a nyaka, kinek egyemása, és még nagy szerencse, ha valakinek nincsen nagy baja, de az ilyen típusú népmesékben mindig az a konfliktus, tehát úgy indult, hogy egy erő, egy láthatatlan erő elragadja a királynak a lányát, aki a kertbe sétál. Éppen az égigérő fa környezetébe, és arról érkezik le egy hatalmas erő, és fölviszi. És a király keresi a lányát, nem találja, és egyszer éjszaka megálmodja. Tehát ez mit jelent? Hétköznapi úton nem biztos, hogy tudunk tájékozódni ilyen esetben. Megálmodja. Hogy? Hát a sárkány, a hétfejű sárkány vitte fel az ő lányát az égigérő fára, igen ám, de kétségbe esik. Miért? Mert égigérő fának, mint a csodaszarvasnak ezer ága boga, hát gyakorlatilag minden ág egy égi szint, égi szféra. És nem egy népmese a szánkba rágja. A levelei olyanok, mint nálunk egy ország. Tehát ez mi? Ez maga a világ mindenség. Tájékozódjál csillagos égbolton, most hirtelen átugrunk egy hétköz, most melyik csillagra vitte? Most hol? És minden csillagnak tudományosan akarunk értekezni? Hát melyik csillagnak nincs bolygórendszere? Tehát ezek a meghökkentő tételek áll. Hát nehogy azt higgyük, hogy a nap az egyetlen,
egy olyan tejútrendszerbe, ahol elnézést, de körülbelül 100 milliárdos nagyságrendben vannak fényes égi testek, vagyis napok. A mi napunk az tulajdonképpen egy csillag. És a jó középmezőnybe tartózkodik, tehát nem kicsi, nem túl nagy, nem túl heves, nem éppen vörösödő, tehát kihűlő félben lévő, élete delén van. Tehát ez azt jelenti, hogy csillagászok szerint a napunk, hát aztán, hogy mi igaz ebből vagy, mi nem, azért gondolom sejtjük, de legalább azt mondjuk, hogy vigasztaljuk magunkat, hogy amennyi életkort adnak a napnak, nem tudom, 4-5 milliárd, én, hát még annyi hátra van. Most erre mondja Janus Pannonius, ki tudja, hányszor pusztult ez a világ, és hányszor fog még újjászületni. Ha pár milliárd évben már elnézést, azt hiszem, egy kicsit úgy belefér. Nem nagyon, hozzá kell tennem, ha valaki akadékoskodni akar, maradjunk, hogy egy kicsit belefér. És azért Janus Pannonius pécsi püspök volt. Ez csak azért, hogy a világlátás. Nem tudom, hogy sejtjük-e, hogy az ember állandóan mit próbálgat érzékeltetni, hogy nekünk milyen képzett köreink vannak, aminek nagy része még a 19. században sem úgy volt. Gondoljunk Kipolyi Arnold magyar mitológiáján. Ő meg nagyváradi püspökként fejezi be az életét. Nyoma nincs ennek a pogány keresztény ellentmondásos keresésnek. Úgy írja meg papként a magyar mitológiát, hogy gyakorlatilag semmilyen irányba nem mond olyan dolgokat, amelyeket általában mert egy állampolgár, vagy egy barátunk, honfitársunk naponta úgy gondol, hogy az úgy van. Nem azt mondom, hogy mindig békés a kapcsolat, de vannak ilyen időszakok is. És bizony, hát tudomásul kell venni, hogy sokkal jobb, hogyha megpróbálom kerekíteni, mint állandóan tüskékkel hadakozni. Tehát tulajdonképpen végeredményben, úgymond visszatérve a probléma körnek az eredélyéhez, tehát a tejútnak van három képjele, az út, a folyó és a fa. Most Pap Gábor el szokta mondani, hogy mi ebben a háromban a közös. És miért ez a képjele? Azért, mert földről nézve, ha én látom, nem tudok más, lehet kitalálni dolgokat, hát átvezet az égbolton, könyörgöm. Hát mit csinál egy út? Egyik helyről elvezet egy másik helyre. Tehát tejút, mint országút, útként jelenik meg. Aztán azon túl, hogy átvezet, és ez is egy nagyon lényeges dolog, ez, hogy visz valahova. Tehát valahova vinni fog. Tehát a folyó is visz. Valahonnan elvisz valahova. Lehet rajta haladni. És mit csinál a fa? Hát tulajdonképpen azon is lehet menni. Tehát az is elvisz valahova. És az égig érő fa esetében már mondok egy megnevezést, például a tejútnak úttal való kapcsolatát, van egy ilyen megnevezés, nem is egy van, mennyégútja, vagy égútja. Tehát magának az égnek az útja. Tehát ez maga a tejút. Miért út? Azért, mert megint egyszer. Lehet, hogy én nem tudok hétköznapi szinten járni rajta, de az úton mégiscsak szoktak járni. Tehát azon közlekednek. És van egy olyan megnevezés a tejútnak, hogy lelkek útja. Így, hogy mondom, lelkek útja. Megint minden névhagyománya. Vegyük elő a kötelező ókori szerzőket. Latin, római. Hát tele vannak adatokkal, kik költöznek a tejútra fel a földi élet végén. Azok a lelkek, akik jó lelkek. Tehát tulajdonképpen ott van az úgy, fehér. Tehát nyilván fehér. Tehát egy tisztaság tartozik oda. És honnan érkezik le a lélek, ezt maga Janus Pannonius írja le, saját lelké. Azzal hozok irodalmi példákat, hogy érzékeljük, de ezek nem csak egyszerűen úgy jelennek meg, hogy na, néprajzgyűjtő, élik a hagyomány. Tehát a középkori világkép a tejutat úgy mutatja be, hogy azon jönnek le a lelkek, és azon mennek vissza a lelkek.
És ahol, ha onnan még lejön nyilván könnyű, idézőjelben, nem biztos, hogy visszatud azonnal. Miért? Mert az itteni élet, hát azért tele van tehertételekkel, próbatételekkel, visszanyitagságokkal, és ha túl sok tervet vesz valaki magára, túl sok rossz tett, teherként megjelenik, és nincs az, ami teher mentesítje, hát szárnyalni lélek akkor már nem tud. Tehát ez nem egy vallásnak a világképe, teljesen logikus. Hát ha terhekkel vagyunk terhesek, akkor az hiába hagyom el az anyagi testet, a lélek akkor is nehéz marad. József Attila mondja, beleragadtam a sárba. Egyik drámai versébe, más összefüggésbe. Hogy jut fel, hogy jut vissza? Jézus egyszerűen fogalmaz. Senki nem szállhat fel, hanem fentről szállott alá. Tehát tulajdonképpen ez tényleg így van. A lelkeknek az útja. De hozzá kell tennem, hogy ilyen megnevezést kapunk, hogy Isten útja. Tehát így, ahogy mondom. Tehát ha Isten útjának nevezi, és nem csak a magyar hagyomány, hát a indiai hagyomány Dévajánának nevezi. Déva az tulajdonképpen egy istenség, isteni szintet jelent. Jána az maga az út. Tehát mindenhol egy magasabb rendű, felsőbb rendű lények, istensége, vagy magának a teremtőnek, miért? Mert teremtői energiák áramolnak. Sok-sok csillag összefolyó fénye. Amíg ameddig csillag fénye világítani tud, addig a környezetében miért? Mert minden élet, mintha a fényből szeretne kibontakozni. Hát addig van esély és remény az élethez. És az égigérő fához viszont visszatérve, egy apróság, hogy hogy lehet fölmenni. Kiderül, hogy nem olyan egyszerű fölmenni arra a fára, hogy jeleztem, ebből lehet tudni. Nem tudnak felmenni. Most ki az a legény, aki gyerekkorában fél életét nem a fa tetején, hát nem a darwini elméletet akarom itt pátyolgatni, tehát nem erről van szó, de nem tűnik, hát mai gyerekek szegények, tehát még a mi korunkban is egy gyerek gyakorlatilag kisgyerekkorában, főleg nyaranként fél életét fordultak. Vagy a cseresznyét, valamelyik fának a tetején. Sőt, hát ahol tényleg bolt nyílik, mert van udvar, és van fa. Hát kisgyerekeknek, most a kisgyerek az ilyen 3-4-5-6 éves kor. Az édesapa általában mit fog neki csinálni a fágai között? Tényleg is kuckót építenek, és a gyerek tényleg imádja, és szereti. Most ezekből lehet érzékelni, hogy van egy felfelé törekvés a lélek. És ahogy ágaznak el az ágak, hát ha én mászom fel a fára történetesen, akkor egy biztos felfele nézek, mit látok a fa ágai között. Hát általában az eget fogom látni. Nem nagy dolog, de azért mégiscsak. Tehát az ágak, és magyar nyelven, ha én azt mondom, hogy ág, akkor az ág hangtanilag ugyanazt a mással hangzót fogja tartalmazni, mint az ég. Tehát az ég és az ág, az égnek is vannak ágai, vagyis vannak szintjei. És elindul szépen fölfele, és általában, hát most egy népmese változatot mondok csak, de miért mindig ide kötődik? Érdekes módon van egy János névre hallgat, Jancsika névre hallgat, attól függ, hogy a mesemondó éppen kedélyeskedik, hogy Jancsika vagy csak János. Egy biztos, ha innen indul a mese, akkor nem lovak vannak, nem ménes van, nem juhok vannak, nem bárányok vannak, hanem malac, disznó, disznó, disznó. Nem ismerik el népmeséket? És oda megy hozzá egy kurta farkú kis malac, és mit mond? Jánoska, te jól bántál velem, na itt már elkölcs. Te mindig jó voltál hozzám, hanem most figyelj a szavamra. Megtáltosodott a malac, vagy a disznó, elkezd beszélni. És azt mondja, hogy te fel tudsz menni az égigérő fához, menj el a királyhoz, mondd meg neki, hogy a lányát vissza fogja hozni, de készítsen neked, itt jön a lényeg, készítsen neked. 7 vasbocskor. Ez lábbelinek számít. Vasból. Vagy
bivajbőrből, hétrend ruhát. Na most felmerül a kérdés, hogy miért. Egy biztos, mind a kettő jó strapabíró. Na igen ám, de mire felmegy a fára, nem tűnik föl. A vasbocskorok szépen elavulnak. Lehetne menni vissza. Vagyis ez mit jelent? Az ő számára ez egy pillanatnyi művelet lesz, mert révülésbe megy el. Akik viszont itt vannak, azok úgy érzékelik, hogy akár évszázadok is eltelhetnek. Aztán a másik változat. Téma, télicipő, sapkasár, tudod, cseresznyeszed is. Tehát a másik változatban, ugyanis kiskondás vagy kamász, mert ez a mestersége ennek a kis Jánoskának, akkor van egy kis baltája is. És emlékezzünk vissza, hogy tud felmenni, mert valahogy menni kell. A baltát mindig belevágja a fatörzsébe, és felkapaszkodik, ami fizikailag és életszerűségét tekintve képtelenség. Mert nyilván nem fogja maga alól kihúzni, csak azért, hogy a figyelmetlen mese hallgató az a racionális világban kielégüljön és jól érzze magát. Hanem a balta, a szabja, a sarló, de itt hangsúlyos a balta. Magyar nyelvben megint hivatkozok az ide vonatkozó megállapításokra. Pap Gábor számtalan szól, népművészetünk baltája általában hogy néznek ki? Mondjuk egy kanászbalta. Hát mi gravíroznak bele a baltába? Nem tűnik fel, hogy csillagokat? Rendre. Nem, á nem, mert még nem láttunk kanászbaltát. Könyörgő, az nem favágó balta. Annak megvan a maga funkcionális szerepe. És például, hát a baltának van egy alakja, ez tulajdonképpen, hát nyilván nem egy teljes kör, hanem egy cikkelyt ad mondjuk egy körből, és abban a pillanatban, ha erre egy nyelet teszek, már megkaptam az egyik édítésnek a képletét. Benézzünk ilyen kétségesen. Maga Szent László tartja a kezébe, csak nem baltának hívják, hanem pálnak. És mit tart a kezébe, könyörgöm? Hát a holdat. Mikor van Szent László névünkben? Június 27, ez a rák. Havának eleje, nyári napfordulót követő napokban, rák van, a hold van uralomban. Akkor mit tart az ő kezébe? És mi az, amit megment Szent László király? A nőnek, pontosabban a lánynak a szüzességét. Honnan tudja egy nő hónapról hónapra, hogy került-e áldott állapotban vagy? És akkor más mondom, Babba Mária melyik édítesten szokott áldogálni? Vagy maga Szűz Mária? Mindig a holdsar. Hát már képjelekből gyakorlatilag időszerűen kibomlanak a történetek. És ez azt jelenti, ha van kozmikus alapozottság, akkor tényleg egyetemes a mondani való. Ha nincs, akkor tulajdonképpen mindenki életében előfordul az, hogy kiáll egy másik emberért, megvédelmezi, megoltalmazza, ami nagyon jó, de hát mégse fogják megfesteni templomok falára. Azt azért gondolom tudjuk. Mert ez minden embernek a kötelessége. Lenne, hogyha erős, akkor a gyengéket oltalmazza. Ma az erős ott kezdődik, hogy elkiporja már a gyengébbeket. Tehát az erőhöz nem ezt társították. Az erő az tényleg erkölcsi szolgálatba kellett, hogy kerüljön és álljon. És tulajdonképpen itt válik izgalmassá a dolog, hogyha tudjuk, hogy maga a disznó vagy a malac, a zodiákusban, az állatövben állat. Ez tényleg egy állatot fog jelenteni, hogy hol található. Hát a bika közelében vagyunk. Tehát a bika keleten malac vagy disznó, vagy vatka. Na most mit csinál a mi pásztorunk, a kis Jánoska? Hát az esztendő körének azon pontján tartózkodik, ahol a természet leginkább szeret bikáskodni, és leginkább szeret, hogy úgy mondjam, ne jegyünk meg, élvezkedni. Miért? Mert nem véletlenül ezek az alakok jelennek meg.
tehát a veszélyre is figyelmeztet. Kis kondás mesére gondoljuk. Vagy magára, kondás kondására, kanászra. Én úgy hallottam, lehet, hogy rosszul tudom, nem volt még disznó, aki elájult, amit meglátta a moslékos vájuk. Tehát ha egy disznó, tehát megy a konda, mennek. És még a legmegbízhatóbb is, tehát a vezér, ha elé kerül egy pocsolya, mi történik? Aznak úgy maradtunk. Se előre, se hátra, miért, mert beleveti magát, dagonyáz. Ezt nevezik az... Tehát, hogy meghempelgeti magát. És hát hány közmondás figyelmeztet erre? Tehát ezt nem is akarom különösebben mondani. Na most ebben az időszakban tényleg állítólag az a veszély, hát a tavaszi megújulás után vagyunk, minden kivirágzik, minden kizöldül, madarak gyönyörűen énekelnek, virágok gyönyörűen nyílnak. Tehát, ahogy el szokták mondani, semmi nem késztet arra, hogy tovább akarjak menni. Hát minden öreg ember mire vágyik vissza? Életének tavaszát sírja vissza. Ez a május, április vége, május végén itt a időszak. És a pásztor hierarchiába gondolom tudjuk, és itt jönnek az erkölcsi jelzések. A kondásról és a kanász a legalacsonyabb fokozat. Utána jön a juhász, utána jön a gulyás, az már ökörökkel, és a legmagasabb szinten csikós van, aki a lovakkal foglalkozik. És ezek tisztasági fokozatok is. Tehát a disznó soha nem a tisztaságálló volt. Bár állítok vannak, tehát lehet házba is tartani, ha valaki akar. Tényleg hallani ilyen nagyon érdekes, főleg távol keletről érdekes állattartási szokásokat. De mi az egésznek a lényege? A bika és az ikrek csillagképek között látom a tejutat felemelkedni. Ez maga a tejútfa, az égig érő fa. Ha elindulok a nappálya mentén, és disznó vagy kurtafarkú kismalac megszólal, és azt mondja, hogy föl tudsz menni a fára. De kell ahhoz balta, kell bocskor, kell ökörből, kell felszerelés. Na most mi ennek a tényleg csillagászatilag is megfogható lényege? Hát a tejútrendszer az állatövény sokkal magasabb rendű közegnek számít. Televe fel kell jutni. Mi az állatöv világába vagyunk benne, a nappálya mentén tájékozódunk és arra szolgatunk. Hogy tud kiemelkedni? Miért innen jön a magasabb rendű létezőbe való bekapcsolódási lehetőség? Ezt én így tanultam, de csillagászati atlaszokon ellenőrizni lehet, a bika csillagképnek a szarv csillagai. Azok így szokták fogalmazni, most így szokták paggával, aki nem nagyon szokták így fogalmazni, de ez is szép hangzik, hogy így szokták fogalmazni, azért sokan átvették ezt a felismerést, ami tény, tehát csillagászati tény. A bika csillagkép a szarvai révén bele döf, bele nyúlik, bele ékelődik a tejútba. Tehát ez azt jelenti, hogy van kapcsolata a tejúttal. Az ikrek csillagkép, ami a bika után jön, az meg közvetlenül belelépve lép ki belőle. Mert szinte az ikrek, mint hogyha feküdne az állatőben. Csak van két nagyon egyforma fényű csillag, és ha így látom, körülbelül így tudom a távolságukat arra szólva megmérni, az ember érzi, annyira egyformák, hogy mit mondunk. Tehát nem véletlenül ikrek mondjuk ebben az esetben az ikrek csillagképnek a neve. Tehát könnyen a téli égbolton azonosítani lehet. Tehát hol lehet felmenni? És hát a bikában a hold erőben van. Tehát a balta, a szapja és ezek a fajta készségek, ezek a hold tulajdonságot idézik meg. És hatalmas erőt bevetve lehet, és a hold erejét használja. Érdekes módon nem a napnak. Miért? A nappal nem látom a tejutat. Hát nyilvánvaló módon azért ezt is így kell gondolni, hogy milyen úton fogok felülni. És bizony itt is elhangzik, Benedek elegyűjteményében is van, hogy egyszer csak bajba jut. Miért? Mert van egy ág, és az az ág hirtelen elvékonyodik. És nem tud rajta máshogy menni, mint hason csúszva. Na most ez egy olyan kozmikus képlet,
Tehát már feljut végre, na de ami kimaradt, visszaejti a baltáját. És hány népne sem mondja, hogy mire a balta visszaér, a nyele kirohad belőle, és a balta vasa megrostásodik. Ez nem eléggé szájbarát? Hogy egy más téridő keretek között vagyunk? Hát ha visszaesik a cseresznyefáról a balta, az valószínűleg gravitációs visszaesésre köszönhetően, hát nem fog olyan sokáig tartani, hogy közben a nyele is kirohad, és a balta vasa is megrostásodik. És nem egy mesében, mire visszajön, nem egy népességben, az itteniek már megmeredettek. Ő viszont nem. Miért? Mert a hétköznapi térítő keretrendszer fölé emelkedett. Tehát számára nem úgy fog múlni az idő. Hallottunk el, most én magammal kekeckedek, relativitás elméletek mi a lényeg? Repülő lehet mérni, ha nem vettük volna észre. Minél gyorsabb az utazási sebesség, mi történik? Hát az idő nem olyan gyorsan fog telni. És ezért nem mindegy, hogy valaki madársebességgel lép mesébe, villámsebességgel, mint a villámlás, hogy mondjuk kicsi gazdánk, ez a fénysebesség, és vagy mint a gondolat. Tehát van egy harmadik, a fénynél is erőteljesebb, gyorsabb sebességi típus. És sok változata létezik az égi fára való emelkedésnek, de számomra a legfélelmetesebb vagy a legdrámaibb az, mikor kiderül, hogy egy ilyen vékony ág van. Tehát ez mit jelent? Egy olyan keskeny végre feljut, és ezek valóságos, tehát valószínűleg az égbolton léteznek ezek az élményszerzési közegek. Tehát máshogy nem lehet megfogalmazni. Hogy is mondják, hogy van a széles út, és sok kárhozat jár arra, és van a keskeny. Na itt van a keskeny. És a keskeny nem olyan könnyű. És mindig személyesen mondja, hogy te a keskeny úton menjél inkább. És az úgy néz, mint a borotvány. Az tényleg, és egyszer csak vége szakad. Viszont ott egy levél, ott egy másik levél, és mit mond? Egy levele a fának olyan, mint nálunk egy ország. Tehát ez mint egy világok. Tehát egy levél, egy világ. Tejútrendszeri közegben vagyunk, fönt vagyunk. Egy levél, egy világ. Csak hogy, és ez megint lóg a levél. Kiderül, hogy nem az ágon. Miért? Mert az ág itt befejeződik, a levél pedig ott van. Mitől sejtjük-e? Tehát ez mit jelent? Azt mondja, szervusz világ, és ugrani kell. Tehát nem lehet fokról fokra már haladni, nem lehet már így megoldani a dolgot, tehát tulajdonképpen egy révülési átlényegülésre van szükség, és mindentől elszakadni. És abban a pillanatban a levélen találja magát, és mit mond? Hát ez is olyan volt, mint a földi világ. Itt is voltak rétek, vagy vannak rétek, mezők, tehát az ember megdöbben. Csak, most figyeljük, csak ember nem látott sehol. Magyarul nem az emberi világban vagyunk. Tehát egy kicsit a tájékozódás úgy, tehát ezen élesítettük. Tehát ilyen megnevezéseit találjuk akkor a tejútnak, hogy Isten útja, ez nyilvánvalóan fontos. Igen, ám, de Isten egyetlen egy van. Tehát ez mit jelent? Akár pogánykorba vagyok, akár máskorba vagyok, azért mégiscsak Isten Isten. Tehát itt, ha minden áron ősvallás vagy újvallás mentén tájékozunk, itt megint van egy találkozás. Pogánykorba ez hogy jelenik meg? Isten nevét Szent István előtt ugyanúgy írják le, mint Szent István alatt és Szent István. Tehát Deus. Árpád vezér az Istent kéri, hogy adja vissza a magyarságnak ezt a földet mindörökre. És háromszor az övéi az égbe kiáltják, hogy Isten, 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 és Deus, 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 és írja a képes krónika 1358-ban, és a magyaroknál ez a szokás és szertartás azóta is megvan. Ez véletlenül nem Szent István előtt van Árpád vezér?
És egy isteni szertartás azóta megvan. Senki nem törölt el. Csak úgy tűnik, nem tudunk az égbe kiáltani. Égbe kiáltó bűnök területén, vagy gyarlóságok terén úgy tűnik, hogy olyan földi élet úgy egész jól teljesít, már elnézést az így megfogalmazásra. De az, hogy égbe kiáltani, tele van az ország, tehát a Kárpát-medence olyan helyekkel, aminek Jézus kiáltó, Isten kiáltó neve. Székely keresztúr fölött is van Jézus kiáltó. Miért? Mert ha veszélybe voltak, akkor oda fölmentek, és Jézus nevét kiemelve meghívják. És nyilván nem kiabálásról van szó. Eleve hegyre megy föl, tehát egy magasra megy fel. Úgymond lélekben, ahogy megy fel, fizikailag ez nem nagy különbség, de lélekben közben emelkedik. És akkor elérkezik a legmagasabb pontra, akkor jön az, hogy már nem tudok úgy menni, hanem ugrani kell, ezen az úton pedig kiáltani kell. Tehát nevezik Isten útjának, akkor Isten barázdája. Ez azért jó ez a barázda, mert tényleg átszeli az ég. Csak hogy a barázda azért alkalmat ad bizonyos dolgoknak, hogy abba kerüljenek akár magok. És akkor még mit lehet ezen az úton megtalálni? Például nevezik Jézus útjának, így ahogy mondom, Jézus útja és lelkek útja. Most csak ebben a mezőnyben tájékozódunk. Próbáljuk meg összeállni. Isten útja, Jézus útja, lelkek útja. Most ez egy hármasság. Ha ezt szentesítem, akkor milyen háromsághoz jutok el? Ez a szent háromság, a lélek az a szent lélek, Jézus az a fiú, Isten pedig az Isten. És hát ő, ebből már úgy lehet érezni, na ebből nagy baj nem lesz, tehát a továbbiakban, de azért kezdjünk még Isten mentén tájékozódni. Itt viszont megáll a tudomány, és vannak nem azonosítható alakzatok a csillagos égbolton, vagy csillagok. Ilyen például ma már, hát legalábbis nem azonosíthatónak tünteti fel Toroszkai Vigandede, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudták, csak ő nem tudott utána járni a megnevezések alapján. Hogy Isten szeme. Na most az Isten szeme, az még leírás is van róla egyébként, és a leírás az úgy szól, hogy az az erős fényű, mozdulatlan csillag. Miért? Mert az adat gyűjtőnek, az adat közlő valamikor egy évszázaddal, több mint egy évszázaddal korábban elmondta. Csak az adat gyűjtő, mire hazament, elfelejtette, hogy az adat közlő mire mutatott rá. És akkor így kerülnek csillag megnevezések, mondjuk az ismeretlen kategóriába. Tehát így szól. Az az erős fényű, mozdulatlan csillag, az Isten szeme. Éjjel néz és meglátja a tolvajt. Nem tudom, hogy hidege van vagy melege. Most éppen ki hogy, mert látom, hogy ott már nagyon fáznak. Tehát meglátja a tolvajt. Na most erős szemű fényes csillag. Na most ebben mi a lényeges? Az, hogy van a nyári égbolton is ilyen, van az őszi égbolton is, a tavaszin is és a télen is. Most miért? Mert fényes csillagok, erős fényű csillagok azért minden évszakban, de nyilván ezek más égbolttájon vannak. Van egy olyan csillag viszont, ez a lancsillagképnek a fő csillaga, ez a Vega vagy Vega, Lírának. Most azt mondom, hogy Vega vagy Vega, akkor itt valaminek vége. Tehát keresem a világ végét. Eleve még a görög-római hagyomány is, és meghökkentő a tétel a maja hagyomány, indián népek hagyomány is. És itt tűnődik, ezek nem egyeztettek soha. Ez gyakorlatilag már elnézést, de Hermész hogy készíti el a maga lantját? Van egy teknős béka. És mit csinál azzal a teknős békával?
egy kicsit úgy, hogy mondjam, csak elintézi. Tőlünk keletre, hogy érthető legyen. Senki nem tudja, hogy miért. Kint a pusztán. Nem csak ezek a híres bálványszobrok vannak, ezek a kumbaba típusú szobrok, hanem hatalmas teknős békák. Nem láttunk még ilyet? Gyakorlatilag tényleg, mint az olmék indiánoknál ezek a hatalmas fejek, az is olyan, hogy az ember tűnődik fejek, és akkorát, mint ez a szoba. Ott meg teknős béka, és hát ugye a hagyomány azt tartja, hogy a föld teknős béka hátán nyugszik, sok mindenél nyugodtabb, ez pedig mit fog jelenteni? Nyilván egy biztonság. A teknős béka nem rohangál össze-vissza. Na, van egy nagyon komótos, és még valami hozzátartozik. Nem két napig él, hanem nagyon hosszú az élete. Tehát ez egy hosszú pálya, az időtlenség. Hát milyen az arca a teknős békának? Hát olyan az arca, amilyen arcunk lesz előbb-utóbb, ha így folytatjuk a dolgokat. És mindenhol, tőlünk keletre is, jósolni, jövendölni, hogy szoktak. A teknős béka páncélját tartják tűz fölé, és a rajta lévő repedések alapján. Csak azért mondom, hogy érzékeljük az áthallásukat. Tehát jelen pillanatban most a lant csillagképnek nevezik, miért? Mert elfelejtik hozzátenni, hogy hogy készült a lant. Kibeleztek egy teknős békát, és a belei a húrok. Erről van szó. És a fő csillaga pedig véga. Na most ez milyen harmónia? Hát ez egy végső harmónia. Tehát erre nagyon oda kellene egyébként figyelni. Nálunk ez a véga egyébként, hát költők, érzékeny lelkű írók, a nyári ég volt, legszebb csillagának szokták tartani, mivel ők a vak is észreveszi. Tehát tulajdonképpen nyáron az az erős fényű, fényes csillag az ég volt tetején, egyetlen egy ilyen van, tejút szélén, hát ez maga a véga. De nevezik csősznek is. Tehát csősz. Most a csősz viszont mit csinál? És hát azért ne fel, nyáron vagyunk, az nagyon figyel. És mit mond az Isten szeméről? Az az erős fényű, fényes csillag észreveszi a tolvaj. Tehát ez nem biztos, hogy a véga azonos az Isten szemével, de a végát csősznek is nevezik náluk. A csősz pedig hát ugyanazt tevékenységet folytatja, tehát ez egy ilyen kereső, nem társkereső szolgálat, hanem csillagnév találó szolgálat, hát egyelőre zárójelbe tehetjük. De van ilyen, hogy Isten palástja, Isten asztala, Isten palástja, gondoljuk, hogy most melyik csillagképp lehet ez? Vagy melyik csillagképnek melyik része? Isten barázdája és Úristen vetése. Na, itt az Isten barázdája viszont maga a tejünk. Akkor az Úristen vetése mi a csoda lehet? Csak azért próbálom így hangsúlyozni, hogy érzékeljük a megnevezésekbe is mondjuk a tejünknek a jelentőségét, de a tejről nagyon sokan már elmondták, de mindig hozzá kell tenni, hogy nagyon sokan az gyakorlatilag vagy egy ember, vagy két ember, vagy három ember, aztán befejeződött. Tehát ez így nagyon szép. Benne hangzik, hogy nagyon sokan, ezzel talán kicsit biztatva érezzük magunkat, hogy mi is a sokasághoz tehetünk el tartani. Mit jelent magyar nyelven a tej? Hát ha én azt mondom, hogy Hód, vagy Miskóc, vagy Tátos, akkor ugyanazt mondom, mint Hold, Miskolc, Tátos. Tej az a teljességet jelent. Tehát tej. Így, ahogy mondtam, ez a teljességnek az útja. Viszont megint nem egy nyelvi jelentés, és nem egy jelentés réteg jelenik meg, az életnek, földi szinten és induló életnek, és aztán végigkísért az induló életnek, mi az eredendő, legfontosabb tápláléka. Tehát az eredendő, legfontosabb táplálék, megszületik egy gyerek, és az édesanyja mivel fogja táplálni?
tejjel fogja táplálni. Most mitől tej út a tej út? Hogy minden, ami kozmikus nagyságrendben az élet megmaradásához, táplálásához szükséges, az ott jelen van. Ezért van az, hogy népek hagyományában, még magyar hagyományban is átszüremkedik, nem fogjuk elhinni, hogy a emese álma hagyomány körbe. Hogy Árpád, amikor kisgyerek, és éppen táplálkozik, de valahogy történik valami, a tej végig fröccsen az égbolton, és a magyarok hogy találnak vissza a Kárpát-medencébe? Megint nem foglalkoznak. Hát gyakorlatilag a hadak útját, a tejutat követik. Ha van történelmi monda, már pedig éppen elég van, hangsúlyozom, észre kellene venni. Az ember megdöbben, hogy a magyarok második bejöveteléről rendre visszatérő téma, hogy mert nyilván érdekli a műveltséget, a hagyományt, a nemzedékeket, hogy hogy jön, mit követtek. Hát akkor nem azt mondja, hogy lábnyomokat követtek itt, hogy ment arra, vagy az is lehetne, hogy letördelt valaki ágakat, és akkor, vagy szalagokat követett fára, és akkor jött a Hetu Moger, a régmagyar, és akkor már beszélt a tejútod. Tehát ez mit jelent? A legmagasabb rendű tájékozódási ponthoz ragaszkodtak. Mivel a legmagasabb rendű műveltséget, életet próbálták a Kárpát-medencébe visszaállítani. És ez tényleg minden teljességnek egyben a táplálója is. És életről van szó. Úgy igazság élet. Ezt mindenki tudja, hogyha születik egy gyerek, és nem ilyen típusú táplálékot kap. Egyrészt másra képtelen, vagy lehet, hogy kikísérletezi, de belehalna. Hát gondolom, tudjuk, hány csecsemő hal meg évente, hogy az édesanyja nem gondolja komolyan, hogy hiába primörálva a sárgarépa, megfőzi neki a gyerek megeszés. Tulajdonképpen honnantól kezdve végig azért nem hallottunk ilyen történeteket. Ne csináljuk, hogy ne hallottunk, azon nyomban tényleg ennyire azért nem lehet nem hallani dolgokat. Tehát gyerek akármit nem, tejjel tápláló. Most legmagasabb rendű tápláló forrás, ha tejút. Tehát lehet érni. És egy olyan te jutsz oda, oda jutsz, ha mindenséggel méret magad, vagy a teljességgel próbálsz táplálkozni. Aztán mit lehetne még gyorsan elmondani? Van olyan megnevezése, akkor most egy kicsit terebélyesítjük a dolgot, hogy ez a híres lelkek útja, madarak útja, szarvasok. Most a lelkek útja az elég általános, azzal foglalkoztunk, foglalkoztunk idézőjelbe, viszont azt mondom, hogy madarak útja, vagy szarvasok útja. Vannak ilyen megnevezések is. Ez nem mindig jól nyomon követhető egyébként. Tehát egy néprajzos azt fogja mondani, hogy lehet, hogy hát obi-ogoroktól vehettük csak át azt, hogy madarak útjának nevezzük. Na, csak van egy nagyon érdekes, mert mindent át lehet venni egyébként. Csak van egy nagyon érdekes dolog. A lelkeket általában milyen alakzatba szokták ábrázolni? Nem madár. Nyilvánvaló módon, mert repülni kell, szárnyalni kell, lélekmadár, egyiptomi bálélek, soroljon dolgokat. Tehát nyilván érthető ez a képzett kör, hogyha a lélek elhagyja a testet, hát akkor nyilván nem kullogni fog, ott szárnyalni. Kell, ott menni kell, ott repülni kell. Na de bonyolódik ám a dolog, ugyanis nem mindenhol madarak útja a tejút, és nem mindenhol szarvasok útja. Most nagyon egyszerű, előre futunk, mert végül is van időnk, hát itt egy évet is el lehet tölteni asztalmitoszi keretrendszerek értelmezésébe. Tejútnak két lejárata van az állatokra. Az egyik azon az oldalon, a másik ezen az oldalon. Az egyik a nyilas csillagképnél, a másik az ikrek csillagképnél, de a skorpió csillagkép, és vele szemben a bika csillagkép belelógnak még a tejútba. Tehát tulajdonképpen a két oldalon két
csillagkép érintkezik és találkozik a tejútra, tehát a tejútról állatövre lejutni a nappájára, ezen a két ponton le. A Skorpió második holdháza szarvas, ez inkább gímszarvas. A Nyilas második holdháza szarvas vagy ős, őz inkább dámszarvas. Na most hol vagyok a szarvasok útjánál, a szarvasok útjánál vagyunk? Hát ezen a tejút szakaszon. Tehát a Skorpió és a Nyilas felé szállunk le, vagy onnan jövünk fel. Ha viszont madarak útja, a Bika második holdháza a galamb, vagy rigó, vagy énekes madár, de lehet fecske is. A magyar népdalok tel is tele vannak ezzel. És az ikrek második holdháza a bagoly. Ezek nem madarak? Tehát madarak útja. És a bagoly, és micsoda különbség? Hát eleve a galamb, ha lelkesítjük, milyen galamb lesz? Láttam a lelked galamb képében rászállni. Nehogy azt higgyük, hogy ezek olyan hasonlatok, hogy megengedni egy Jézust, már elnézést, vagy keresztény vallás ezt a totemizmust. Mi az, hogy galamb? Tehát ha mindenség rendjében nem ez a képzett kör van, és ráadásul gondolom tudjuk, hát a pünkösdi csoda, a Szentlélek kiáradása, az gyakorlatilag mindig, hát mozgó ünnepről van szó, de a Bika végén és az ikrek elején vagy derekán. Tehát ahogy lejövünk a madarak mentén, madarak útja mentén, és a bagoly viszont figyelmeztet. Éjszakai madár. És lelkek útja. Lelkek útja. Hát könyörgöm, három. A galamb, ha turbékol, legfeljebb azt jelzi, hogy a kedvesem már kinyitotta az ablakot, és be tudok mászni éjszaka hozzá. Na de ha a bagoly húhog, akkor az égi kedvesem már kinyitotta az ablakot, és lehet menni a léleknek fölfelé. Már a halál jelző. Tehát ez nem halál, hanem átalakulás. Tehát felfelé vezető. Akkor nevezik szalmahullajtó útnak. Szalmahullajtó. Most megint megáll az ember. Annyi szalma volt már, a szalma özvegyek már hullajtották a szalmát, aztán nem maradtak. Most soha nem értjük meg az ilyen képekben fogalmaz. Hogy néz ki a szalma? Széna vagy szalma? Aki már lovat tartott, és szalmával próbálja etetni, ne csodálkozzon, hogy a ló meg fogja rúgni. Tehát tényleg ne csodálkozzon. Viszont szalmára mégiscsak szükség van, meg kell ágyazni vele. A szalma, megint most Molnár V. Józsefet idézem, sugaras term, tehát analógiás gondolkozás. Tehát sugaras term. Szalmákat, szalmaszálakat így körbe rakok, mit kapok? Napot. Gyakorlatilag sugárzó fényforrást kapok, meg akár a napot. Szálas, egyenes, szúrós, sugárzó. Tehát ez maga a fény. Szalma hullajtó út. Na most ez viszont hangtanilag nem a lélek felé vezet, szalma. Szellem. Tehát maga a szellem. Tehát lélek, szellem. Tehát sok minden megjelenik. Akkor, hogy megint hazataláljunk, hát éjjeli kegyelet útja. Éjjeli kegyelet útja. Ez megint egyetemesebb hagyomány, nevezik zarándokok útjának is. Tőlünk nyugatra a tejutat nagyon gyakran Szent Jakab útjának nevezik. Miért? Hát azért, mert nyilván nem télen szoktak régi időkben, mondjuk Komposztellában Szent Jakab sírjához zarándokolni, hanem mondjuk nyáron, de az Orion övét például, ami téli csillagkép, csak nem már tudni, hogy pont nem fogjuk elhinni. Miután eltűnik tavasz végén a szemünk elől az Orion csillagkép, az ember fájlalja, de hogy őt nem látjuk, de közben örülünk, kezdünk örülni a nyári csillagképeknek, hogy végre most már azért beköszönt a nyár. Van egy időszak, amikor nem látható. Hát mert a nap gyakorlatilag a fényével ki fogja letakarni. De Szent Jakab havának, tehát július végén,
július végén, augusztus elején ez az oroszlán halott. Így is nevezik, hogy Szent Jakab halott. Mit lehet látni? Orion csillagként fölkelt keleten. És a három fényes csillaga, ez az úgynevezett juhászbot, vagy pálca, vagy három kémé, egy tájékozódást ad. Ezt nálunk is így nevezik sok helyen, hogy Szent Jakab botja, vagy pálcája. Na, a Szent Jakab kezében rendszerűen mi van? Bot van a kezében, mi, mert zarándokolunk. És azért nem árt, hogyha zarándokolni mész, akkor bot legyen a kezedben, miért? Mert a kutyák közé mész, legyen bot a kezedben. Tehát a bot azért gondolom tudjuk, azért az nem csak olyan volt, mint ma megy a turista ezekkel a könnyű. Akkor először én láttam, nem tudtam, hogy ez micsoda. Nyáron, hogy is hívják, a síbottal menni. Hát ez most már, ma már fiatalok is mennek. És lehet, hogy tényleg jó, mert ad egy ritmusos járás, de hát az ember azt mondja, hogy na ne. Szóval az azért mindennek megvan a teteje, viszont jó botok, amelyeknek jó súlypontjuk van, tényleg adnak ritmust a járásnak és a hazatalálásnak is. Tehát éjjeli kegyelet útja, az zarándok út, akkor van ilyen, hogy kerekudvar, kerekudvar. Tejútnak a neve. Ezt múltkor már tárgyaltuk. Udvarom, udvarom, kerekudvarom. Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok. Szegény legénynek utat mutassatok. Mutassatok utat. Szegény legénynek, nem találja házát, szeretőjének. Hát könyörgöm, ki az a szerető? Hát az Úrunk a szerető, az ég édes, mert szeret. Tehát egyszer s mindenkorra, legalább ilyen csapatjátékon belül, ha meglátjuk valakinek a fejébe a szerető gondolatról az ágyas, akkor az 30-szor le fogja írni, hogy a szerető nem azonos az ágyassal. Az ágyas nem azonos a szerető. Gyerekkoromban a tanárok a kedves szokásuk volt, hogy az iskolában jól viselkedtek. 100-szor le kellett írni mondjuk adott esetben. Nem tudom, hogy mire jutottak vele, így visszagondolva, hogy össze borult fejjel, de lehet, hogy jó pedagógiai módszer volt. És itt van ez a udvarom, udvarom, kerek udvarom, nem söpör már gyönge karod. Söpörtem már eleget, söpörjön más is. Szerettelek babám, szeressen más is. Most ki ez a baba, akit itt hagyunk? Babaként. Mert babaként jövünk, babaként báb állapotban. A báb alakú koporsók, ilyenkor megint egyik. Tele van velük a művelődés történet. Babba Mária. Én már itt elvégeztem. Viszont akik jönnek, ugyanúgy igazodásig van. Babám, baba, szeressen más is. Hát ennél gyönyörűbb, azért gondoljuk végig. Csak hát a magyar népdal nem mai értelembe vett, a nóta az egy szép megnev, de ugye, meg nem operett, meg nem gics. Kokárda, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt fogalma. Kokárda az nem gics, ez ne így jegyezzük meg. Tehát ma már olyan gics szintre jutott le a tájékozódásunk, ha nem rágják szánkba, de valami jó szirupossal, na igen, de elvisznek a többletjelentések. Hát azért fogalmaz így, mert egyszerre ezerféle jelentésnek hagyja meg ugyanabban néhány szóba a létjogosultságát. Tehát nem konkretizálja, egy irányba nem konkretizálja. Ha neked a baba tényleg csak azt jelenti, akkor azt jelenti. Tehát nem kell mindig, hogy mondjam, másokat kioktatni, de egy biztos, hogyha a lélekbe bemegy, és hát csillagok, csillag, csillagok ragyogjatok, és kerek udvar. Na most itt vagyunk a tejút környezetében. Tehát egy ilyen egyszerű kis hitvallás. Mert akkor nevezik fejérköznek, nevezik hajnalhasadéknak. A fejérköznél majd a tündér vonatkozásban lesz óriási szükségünk. Mi az, hogy fejérköz? Hát a tündérek milyen közön jönnek a földre? Több száz éves mondókkal. Ott Rokocsi Fóris Ferenc ígyezte meg. Na, akkor idézem. Tündérek érkezének, fejérközön jövének. Hozzánk beszállálnak, szép lányt keresének.
térülj, fordulj, meg ne kerüljenek. Fejjel közön jönnek. Most a fejutat nevezik így is, hogy tündérek útja, tündérek járása. Tejút egyik pontjával a tündérek fordulója, a másik kis csillagképnél pedig van a tündérek tánca. Tehát ha népmeséinkben tündérek táncolnak, tündérek fordulnak, akkor nem már tudni, hogy a csillagos égbolton az egy létező helyszínt jelent. Nem ismerjük ezeket a elnevezéseket és a megnevezéseket. Tehát fejér köz és hajnal szakadék, hajnal hasadék, hajnal szakadék. Na most megint figyelmeztetés, hasadék, szakadék. Tehát ez mit jelent? Máshogy nem lehet lejönni és felszakadék, ezt át kell ugrani. Mit csinál a tátos? Egyet ugrott, kettőt szökött. Na most Szent László életében, amikor ő kergeti a mondai hagyományban és a krónikás hagyományban, hát ki az, aki a mondaiban őt is kergetik, a úgynevezett ismertebb hagyomány körben pedig ő üldözi a lányt, elrabló hun vitézt. De hogy hogyan alakul ki a tordai hasadék, vagy a tornai hasadék? Hát úgy alakul, Szent Lászlót üldözik a kunok. És ugrik egyet, és szakadék támad mögötte. Na ez a hajnal szakadék a tejút. Miért? A tejútnak van egy olyan neve is, hogy hadak. Ez látszólag már nem olyan békés természetű, mivel hadakutya. Ez egyik legismertebb egyébként. Na de ki a seregek ura? Hát Isten útja. Ezek egyetemes képzelet. Az, hogy ő csak onnan ismeri, azért ismeri csak onnan, mert csak onnan ismeri. Tehát azért máshonnan is lehet, és összhangzatosan érdemes vizsgálni a dolgokat. Na most ez a hadak útja, ez rendkívül lényeges dolog, ugyanis a régi magyar nyelvben, és megint minden etimológiai nyelvtörténeti szótár elmondja, nem csak hadak neve, hanem nemzetségnek a neve. Na most egy nemzetség kihal, vagy születik, tehát megint a lelkek útjával kell, hadak útja. Tehát ez azt jelenti, hogy nemzetségek. És mikor hal ki egy nemzetség? Amikor elapadnak ezek a források. Egyszerűen elapad. Na most jön a 18 éven felüli tétel. Tejút energiák. Férfiben, nőben hol mutatkoznak? És megint az életkulcs kérdésénél vagyunk. Hát most nem akarok ebből tényleg olyan komoly 18 éven felüli, hogy úgy mondjam, megközelítést adni, de a férfi esetében ez egy övön alüli. Miért? Mert testi szinten nemződik az élet. Tehát te, ha itt vagyunk, tehát kell nemzet. Most elnézést, de milyen állaga van? Milyen színe van? Vagy milyen? Hangsúlyozom, akkor segítek, anyatej. Tehát a férfi nemzi, és ugyanaz a típusú energia, a nő pedig, miután megszülte az eredményt, táplálja. Tehát teljes mikrokozmikus szinten erről az erőforrásról van szó. Most ha ez kiapad, elapad, akkor gondolom tudjuk, minden szinten az élet előbb-utóbb vissza fog húzódni. Mert nem tudjuk teljesen. Az analógiák nem úgy analógiák, hogy akkor bejelentkezik, hogy kérem szépen, tej vagyok. Nem is tudom, mit lehet mondani. Tehát annyira egyszerű egyébként az ügy, hogy az már tényleg televe egy táltos. Bárhol jár, mi az első, amikor járja a táltos az országot, és betér valahova. Mi az, amit ő kér? Tejet kér. Miért? Mert tejútról érkezik, amit képvisel, és ő ezen a földi úton már elfárad, és az energia, a gyerő veszteséget tejút energiákkal kell pótolni. És ha ezt nem tudja a fogadó gazda, mert ez ám teszt helyzet, csak most már nem járják az országot a táltosok, ezért nem szembesítenek bennünket sajnos saját tudatlanságunkkal. Legalább figyelni kellene, hogy a hagyomány itt mennyire szigorú.
A táltos még elnézi, legfeljebb azt mondja, hogy na jó, na de ha garabanciás jön, nincs tej, akkor 7 évig ne is legyen. Világos? Tehát ha valaki ennyire nem tudja, akkor vegye észre akkor, ha hiányzik. Mert a hiányból, gondoljunk a szeretetre, annyira meg lehet szokni bárkit, bárhol, de amikor egyszer csak nincs, vagy valami nincs, mondjuk most veszek levegőt, abban a pillanatban nem kapnék levegőt, észrevenném, hogy milyen szükséges mondjuk a levegővétel az élethez. Tehát amikor már nagyon, hogy úgy mondjam, elkényelmesedtünk, akkor sajnos a hiányból vagy a nincsből nem kívánom senkinek sokkal jobban pillanatok alatt rádöbbenni. Hát mondok egy példát, elzárják a csapot. Annyira megszoktuk mindig, hogy kinyitjuk. Abban a pillanatban elvánszál, hirtelen kiderül, hoppá, nem jön. Abban a pillanatban kulcsfontosságúvá válik. És képzeljük, hogy nem egy-két óráig tart. Abban a pillanatban el kell menni keresni, hogy hol van víz. Tehát nincs tej, 2 évig ne legyen. Találd meg. Tehát ahol nincs teljesség egy házban. Ez azt jelenti, hogy ott a haza nem tud kis szinten megjelenni. Mert magyar nyelvben a ház és a haza hát tulajdonképpen egymásra rémelnek. És addig jó, amíg a házakban benn van a haza. Miért? Mert a hazatudat a házakból kiterül, kikopik, ott már csak lakosság van. Ott már gondok tárgyalnak. Jaj, hát szerintem nem akarom én most már itt tovább húzni, hallogatni a dolgot. Most lehetne elkezdeni. Egy-két csillagképet azért még a te útban felkeresünk, mint egy előre jelezve majd a következő útbejárásunkat. Van olyan, hogy paradicsom kell csillag. Tehát vannak olyan csillagkép, vagy hát a tejútban lévő területek megnevezései, például Mennyország határa, Mennyország kapuja, Mennyország ablaka, ezt már úgy tárgyaltuk a csillagképre, mert ez mennyiség útja is a tejút, hát lehet érzékelni országútja, mennyország. Hát mennyi, mint a mennyben úgy a földön. Tehát érezni lehet, hogy itt visszatérnek. Majd amikor látjuk, hogy hát gyakorlatilag szarvasúton, most ne ijedjen meg senki, ökörúton. Bolygóktól eljutunk állatövi csillagképekig és tejútban lévő, vagy a csillagos égbolton lévő csillagképekig. A Vénusznak az egyik neve ökörkereső. Miért? Mert akkor feljön hajnalba a Vénusz, mit csinál a gulyás? Elmegy keresni. Megnézi, hogy hol a helyzet. Na de az ökrész. Ökrész. Az a Bótész csillagkép. És a fő csillaga. Lehet érzékelni, hogy tulajdonképpen rezeg az ég volt. Tehát egyik következik a másikból. Aztán szarvas legeltető. A Vénusznak az egyik neve, szarvasnak. Az északi pólus körül lévő egy-két halvány csillagnak a neve szarvasnyomdoka, és szarvasút a tejútnak egy része. Tehát gondoljuk végig, átrucskázik, és tulajdonképpen ezen az úton be tud a saját alkatához képest járni hatalmas nagy utakat. Na most, ha van Mennyország, meg Isten, meg lelkek útját végig, és egyszer csak paradicsomkert csillaga. Paradicsomkert csillag az egy konkrét csillagkép neve benne a tejútban. Igen ám, de pont földről nézve, a két lejárathoz viszonyítva, szinte a tejút kellős közepén van. Ez a Cepheus csillagkép. Na most ez miért érdekes ez a Cepheus csillagkép? Pillanatok alatt máshogy fogunk tűnődni, mert ez tényleg nagyon szép. Hát a krónikás hagyomány Attila temetéséről nem egészen azt írja, amit mi tudunk, hogy folyómederbe temették, hanem az országút mellett, és hogy hívják, Keve házának hívják a helyet. Most Cepheus,
keveháza. Ez hangtanilag ugyanaz. És mi a tejútnak a három képjele? Na most itt vizsgázik a tudomány. Hát nem ellentmondás. Miért? Mert úttal is jelenik, folyóval is. Tehát egyik sem mond valótlanságot, hanem mind a kettő az igazat mondja. Csak az egyik országút, az országút mellé mikor temették el Attilát, elnézést. Mikor minden hagyomány elmondja, hogy titokban titkos helyen temetik. Senki nem gondolhatja komolyan. De komolyan gond. Országút mellett. Azért nem találta meg még senki. Hát nyilván országút, az ég országútja, ott meg lehet találni. Most a Kefeusz csillagképnek, tehát az egyik neve az, hogy paradicsom kell. Na most paradicsomban milyen lelkek szoktak tartózkodni? Élek a gyanúm erre, hogy nem a kárhozatnak a helye, hanem a mennyei boldogságoknak a helye. És maga a csillagkép egyébként úgy néz ki, tovább pontosítva, most a krónikás adatokat csak az áthallás kedvéért. Tárnok mezei völgyi csatában, tehát a magyarok első visszajövetelén azért vannak hősi halottak. Béla, Keve, Kadosa kapitányok meghalnak. Hősi halottak. Eltemetik őket az országút mellett, és ezt a helyet Keveházának hívják mind a mai napig, írja a megnevezés. Igen, hát az ember elkezd tájékozódni. Keve, hangtanilag káhá, káhá. Keve, kővé, mert ez nyilván a kőre, na de a heve is ott van. És a kéve, kéve. Kéve azt gondolom tudjuk, szalmahullajtó. Tehát nem csak kőből lehet építkezni, hanem ebből is lehet alakítani. A Béla, Bel, és Vele. Tehát Attillát ugyanide temetik. Tehát van egy Kevénk, van egy Bélánk, és amik még nem, hogy Kadosa. Ez a hatása valami. Hol van a hatás? Benne van. És milyen hatás? Hát, hogyha nem él, akkor kővé, ha él, akkor hővé tud változni. És bizony ez nézőpont kérdése, hogy kővől tudunk-e magunknak testvért támasztani. Hány népmesében van az, hogy az egyik testvér kővé változik? Vagy a jó barát? És mivel lehet feltámasztani? Egyetlen egy csepp vérnek kell rácsöppeni, mivel az élet heve ezen a szinten a vérhez fog kötődni. És hát Attilát a képes krónika szerint ugyanitt helyezik nyugalomba. De most nem is ezt akarom, ezt a részét, mert ez már egészíti ki egymást. Hanem ami nagyon lényeges, három név hangzott el. És ha Attilát belehelyezik, ez hány koporsó? Analógiák mentén. Tehát hármasságokat kapnak. Csak ott a fémet, fénybe, a fényt fénybe adja, tehát nap, aranykoporsó, hold, ezüst koporsó és mars vas koporsó. Majd ez külön tételként fog megjelenni. Na igen, ám, de a tavaszi feltámadásnak mi a lényege? Az általában a kos havában szokott bekövetni. Kos, feltámad a természet. Hát napéj egyenlőség, eleve a nap a kosban erőben van. A mars, a vas uralomban van. És mihez számítom? Tavaszi napéj egyenlőséget követő teli hold utáni vasárnap, a húsvét vasárnap. Könyörgöm, mibe temetkezik Attila? Ha van aranykoporsója, ezüstkoporsója, vaskoporsója, magában a feltámadásban. Csak ez olyan egyszerűen nyomon követhető, hogy nem gondoljuk még, hogy a régieknek ez olyan volt, mint az egyszer-egy. De mivel nekünk nincs közvetlen kapcsolat, mert még csillagos eget se láttunk, hát úgy nézünk, mint a kínaiul beszélnek, mondjuk atomfizikáról. Holott, hát hangsúlyom, gyerekeknek való. Ez mind mondani hagyomány. De azt jelenti, hogy ebben semmi olyan rendkívül nincs, csak hát mi?
nem nőttünk bele még ebbe a világba. Na most itt van ez a úgynevezett paradicsomker csillagkép. Ez az egyik neve. Más neve is van egyébként. A tejutat még így is nevezik, most ne jegyünk meg, részegebben adja. És a Kefeusznak, na most figyeljünk, iszik, mint a befekötő. Na most a fő csillaga a részegember szeme. Na most gyors kérdés. Mitől lehet lerészegedni? Milyen állapot a részegség? És elmondják, hogy azért részegember útja, mert hát kanyarok. Na de nem csak ezért. Hát akármilyen állapotban a részegség nem csak azt jelentette, hogy ma használják, sőt egyáltalán nem ezt jelenti. Miért? Mert a Kefeusz mellett van a Kassziópeia csillagkép, a tejűben ez a V alakú, terített M alakú csillagkép. Na most érdemes figyelni. Az egyik neve Kocsma. A másik neve Szentkút. Szentkút. Faluhelyen hol volt a kocsma? A templom mellett. Miért? Mert az a férfiaknak a gyülekezőjük volt, és köszöni szépen, ott mondta meg. Világos? Térjünk már részhez, de nem fogunk. Hát mikor jött Kocsmárosné aranyvirág? Hát ez nem az a szintán. A legjobb bor áll. És a bor kinek a vére? Hát ha mi se bor, akkor ihatja a pap. Hát, hogy érthető legyen, részögem, emelkedett szellem. Tehát nem hétköznapi, révülés, szent révülés. Hát maga Jézus mondja, szent léle, megmámorosodtatok. Nem tűnik fel, hogy ilyeneket is mond? A lélek kiáradása. Csak mi tényleg valahogy egyrészt már fogalmi nyelven gondolkodunk, már egy gyerek elmegy általános iskolától, mondjuk középiskola végig, már első osztályban minden nap van számtanóra. Most gondoljuk végig. Hát ha valaki azt hiszi, hogy ez egy fejlődő agyi tevékenységünk, az, hogy minden nap egyszer egyezek, hát teljesen látási folyamatok homályosak, nem véletlenül erőltetik. Mire felnőtt nem tudsz semmit kiszámítani, hogy az élethöz tartozik. Nem tudsz semmit beszámítani. Kiszámíthatatlan lesz. Szerencsétlen lesz. Hát az egyik agyféltek elsorvad közben. Mert az intuitívat, a teremtője, a racionális, ez a baloldali agyféltekének a túl terhelése. És hát nem örül neki senki. Hát ilyen soha nem volt a világtörténelmében, hogy gyakorlatilag embermilliók úgy nőnek fel, hogy ugyanazt csinálják éveken keresztül. Hát ne csodálkozzunk, hogy ide jut a világ. Hát ennek beláthatatlanok előbb-utóbb, és most kezd sajnos a következmény hát kiderülni. Egyre kevesebb az önfelett játékosság, a kreativitás, a tetrekésé, az, hogy megoldom a problémákat. Egyre nagyobb a kiszolgáltatás. Most maga a csillagkép viszont, tehát említettem, itt van a kocsma csillagkép, Szentkút. Most akár Szentkút, tehát egy erőforrás a tejútban. Mellette van a részögember. Na most az elnézés, de most ő a Szentkútra jár rá, vagy a kocsmára. Ugyanaz a Kassziópeia, tehát ugyanaz. Tehát ezen a szinten tulajdonképpen, hát ha valaki nagyon örül, akkor nem mámorosodik meg. Ha valaki nagyon boldog. Ha ihletett állapotban, képzeljük egy alkotói folyamat, egy zeneszerző, egy költő, egy festő, hát hogy írja Csontváry? Egyetlen, önkívületi állapotban festi meg a Taormina festményt, és minden a helyén van. Tehát lehet ám így is. Tehát ezek a típusú alkotó energiák. És a Kefeusz, Keveháza tényleg olyan, mint egy ház. Tehát majd megnézzük a csillagászati atlaszokon. Tehát hogy a gyerekek, meg mindannyian házat rajzoltunk, tehát van egy négyzet, és van a háznak a csúcsa. Na most ez miért érdekes? Elmegyünk Egyiptomba, legtöbb piramis belsejében mi van? Egy házakon van a belsejében, és mindenhol csillagok. Egészen a padlóig. Most hol van ez a ház? Ha mindenhol csillag veszi körbe. Hát a csillagoség volt.
Akinek nincs hely itt lakni, menjen Mennyországba lakni, építsen az égre házat, ott nem éri bánat. Köszönöm szépen a figyelmet, majd reméljük, kereszt lesz legközelebb. Először is annyit hadd mondjak el, hogy Jóska bácsi mindenkit szeretettel üdvözöl. Jóska bácsit nyugodtan fel lehet hívni, aki ismeri őt és szokott vele beszélni.
Tekintse meg az X-Media virtuális művészeti galériáját. Legyen ön is tagja a művészeink közösségének. Mutassa be alkotásait, ossza meg velünk gondolatait. Az X-Media bemutatja önt és műveit hazai és nemzetközi közönségének. Az X-Media elkészíti az ön bemutatkozó filmjét. Használja ki az online média előnyeit. Ez a jövő, tartson velünk! Keressen bennünket az xmedia@xmedia.hu e-mail címen, vagy a 0630 459 8349-es telefonszámon.